Az összeomlás szélén áll a házi orvosok által használt egységes informatikai rendszer. Erre a házi orvosok országos szövetsége figyelmeztet, a problémák haladéktalan megoldását követelve. Le van lassulva a rendszer, és nagyon sokat kell várni. Türelemjáték a receptírás a családorvosok számára. Szabó Zoltán 97 receptet kell érvényesítsen, több órás várakozás után azonban csupán egyel sikerült végeznie nem csak számára jelent valóságos küzdelmet az egészségügyi szolgáltató az egészségbiztosító és a páciens közötti kapcsolatot biztosító rendszer a házi orvosoknak nap mint nap egyre nagyobb kín eleget tenni orvosi kötelességüknek. A rendszerhibák átidalhatatlan problémákat okoznak. Ezek hatását elsősorban a betegek érzik meg, hiszen nő a várakozási idő a rendelőkben. Mikor megírunk egy-egy receptet vagy küldőcédulát, akkor az, az elméletileg gyorsan kéne működjön, így mivel nem ismeri fel a rendszer vagy a kártyát, vagy pedig ö, nem érvényesíti, vagy a rendelést, vagy a, 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 receptet. A receptek érvényesítése nélkül nem lehet kiváltani a gyógyszereket. Az orvosok közül többen éjszaka vagy hétvégén próbálják érvényesíteni a recepteket, annak a reményében, hogy olyankor elérhetőbb a rendszer. Szoriná Pintja egészségügyi miniszter ma elnézést kért a páciensektől és a házi orvosoktól a sorozatos rendszerhibák miatt, kiemelve, hogy az egységes informatikai rendszert nem az egészségügyi minisztérium, az egészségbiztosítási pénztár kezeli. Az elektronikus egészségügyi kártyákat 2012-ben vezették be Romániában, az azóta eltelt 7 évben azonban nem tudták tökére fejleszteni.